bemelegítenek az edzésre az alsősi futbolisták. A rekkenő hőség, a munkahelyi elfoglaltság miatt most még kevesebben tréningeznek. Kardos Rihárd Nemes Fámosról érkezett tavaly ősszel a csapathoz, mint mondja, a társak hamar befogadták. Jelenleg az U19-es csapatban focizik, de néhányszor már játszott a felnőtt csapatban is. Vannak lehetőségem felnőttbe bizonyítani, és szeretnék is. A tavalyi idényhez képest nagyon kicsit gyengültem, ez mind azért, mert sajnos nem van időm nagyon edzésekre járni, de mostan megpróbálok edzésekre járni, és szeretnék azt a formát nyújtani, amit tavaly nyújtottam az IFI-ben, és mind a felnőttben. Úgyhogy a célom jelenleg a felnőtt bekerülése, tehát kezdő 11-ben legyek. Nehéz dolgom van természetesen, mert vannak olyan karibai játékosok, akik sokkal jobbak, mint én, de mindent megteszek, amíg tőlem telhető. Mihály András vezetőedző elmondta, hogy tavaly ősszel nagyon jól indult a bajnokság, hiszen újoncként sorozatban 10 győzelmet arattak, ám a végén sérülések és eltiltások miatt több vereséget is szenvedtek. Nagyon várták a tavaszi idényt, melyet egy győzelemmel kezdtek meg, de a pandémia közbeszólt. Tavaly évet tanévnek szántuk, ami be is igazolódott, mert jól kezdtünk, de aztán jöttek a sérülések, kiáltások. Hát jelen pillanatban a csapat fiatalításon esik át, van, aki abba hagyta, idősebbek közül valaki sérült, huzamos ideje, ketten is. Igazoltunk fiatalokat, de hát ugye őket beépíteni az nem egyszerű feladat. Edzőmérkőzések nagyon jók voltak, láttuk, hogy ki milyen poszton használható. Bizakodó vagyok, más persze azért nem lehet mondani, de én azt gondolom, hogy egy-két év múlva szerintem látjuk ennek igazán a hasznát. És továbbra is még próbálunk fiatal embereket hozni, mert azért ez a csapat átlagjátkor mindig 30 fölött volt, 35 év fölött volt, úgyhogy ezt szeretnénk egy olyan 30 körülre szorítani, úgyhogy ezen dolgozunk. Több edzőmérkőzést is játszottak. A Pesti Goldball ellen 2-2-es döntetlent fociztak. A megyei első osztályban játszó Devecser ellen 2-1-es vereséget szenvedtek. A szomszédvári rangadót a Felsőrs ellen 6-4-re megnyerték. A Magyar Kupában pedig Dörgicsén 8-4-es győzelmet arattak, melynek következtében vasárnap Balatonszepezden folytatják tovább a Magyar Kupában a szereplést. A bajnokság augusztus 23-án kezdődik, amikor is Szent Antalfára látogatnak. Az első hazai mérkőzésre augusztus 30-án kerül sor 17 órától, amikor is az ugott csapatát fogadják.